Százezres tömeg vonult az utcára Erdoğan elnök ellen tiltakozva Isztambulban. Az országban történt puccskísérlet első évfordulóján hatalmas ellenzéki megmozdulást szerveztek. Az osztrák kormány közben nem engedélyezte a török gazdasági miniszternek, hogy gyűlést tartson az országban az évforduló alkalmából. Igazság, ezt a szót látni mindenhol, így nevezték el ugyanis azt a török ellenzéki felvonulást, amelyet az országban történt puccskísérlet évfordulójára rendeztek. Az óriási tömeg felvonulását 15 ezer rendőr biztosította. Ez pedig már az az isztambuli tér, ahol a menet véget ért. Itt látszik csak jól az a hatalmas 100 000-es tömeg, amely utcára vonult Erdoğan elnök ellen. A 3 hetes igazságmenetet a köztársasági néppárt vezetője kezdeményezte, aki a fővárosból vonult át Isztambulba. A politikus a 40-es évek Németországához hasonlította a mai Törökországot, és azt mondta, diktatúrában élnek. A kormány kihasználta a július 15-i puccskísérletet, majd maguk is puccsot követtek el azzal, hogy rendkívüli állapotot hirdettek meg. Elbitorolták a parlament hatalmát, a rendkívüli állapot bevezetésével a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalom is egy ember kezébe került, mondta az ellenzéki vezető. A menet a 2013-as tüntetések óta a legnagyobb ellenzéki megmozdulás az országban. Erdoğan elnök azzal vádolta meg a tüntetés szervezőit, hogy terroristákat támogatnak. Szerintem ez jót fog tenni Törökországnak. Nem szabad, hogy az emberek féljenek az utcára vonulástól. Nem tudom, hogy pontosan mi fog történni, de remélem, hogy az igazság iránti követeléseinket világszerte meghallják, mondja ez a tüntető. Közben az országba látogatott az Egyesült Államok külügyminisztere, Rex Tillerson azokat méltatta, akik a puccsot elítélve vonultak az utcára. Mint mondta, a bátor török férfiak és nők megvédték a demokráciájukat. Az osztrák kormány közben megtiltotta a török gazdasági miniszternek, hogy belépjen az országba, hogy egy a puccs évfordulójára szervezett eseményen vegyen részt. Az osztrák külügyminiszter szerint a látogatás veszélyt jelentene Ausztria biztonságára és a közrendre. Törökországban 2016. július 15-én hajtottak végre puccskísérletet. Erdoğan elnök utasítására azóta több ezer ember tartóztattak le, és több tízezeren veszítették el munkahelyeiket.